Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én arra kérném Holik képviselő urat, hogyha ilyen nagy lendülettel állt bele a vitába, egyrészt tartózkodjon itt, másrészt pedig ő is, meg Bánki Erik is adjanak számot arról, hogy egyébként pontosan milyen indokok vezették őket ennek a szégyenletes, gyalázatos törvényjavaslatnak a benyújtására. Nem gondolhatja Bánki Erik se komolyan, hogy bárki ebben az országban benyalja azt, hogy valójában a jegybanki vagyonnak a megóvásáról van szó. Pontosan tudjuk, hogy nem igaz. Múlt héten benyújtották a postatörvény módosítását, ma csak laza 250 milliárdnak az elrablására készülnek. Mi vezette őt, hogy egyéni képviselő indítványként ezt benyújtja? Mik az igazi indokok? Álljon ide az ország nyilvánossága elé, és számoljon be. Tudnilik, nagyon világos, hogy mire megy ki a játék. Önök sorozatban hetente olyan törvényeket nyújtanak be, hogy 2018-ban önöket ne lehessen elszámoltatni. Az a rossz hírem van, hogy ez így nem fog menni. Ezek a törvények 2018-ban mennek a kukába, és azok, akik ilyen törvények alapján elrabolták a közpénzt, mennek a börtönbe. Nem lehet törvényhozási eszközökkel legalizálni a rablást. Álljanak ide, és mondják meg, hogy konkrétan milyen célokat szolgálnak ezek a törvények. Addig itt nem lehet érdemben tárgyalni erről a törvényjavaslatról. Ne nézzenek minket hülyének. Álljanak ide, és mondják meg, hogy mik az igazi indokok. Köszönöm.